Egyértelműnek tűnik az, hogy szükség van a maszkok használatára, hiszen azokban az országokban, mint például Kína vagy Dél-Korea, ahol a leginkább fékezni tudták már eddig is a koronavírus járványt, ott mindenki hord maszkot a közterületeken. Sajnos az önkormányzatok eddig semmilyen hatékony segítséget a központi költségvetésből vagy akár a kormánytól nem kaptak, tehát maszkok sem érkeztek az önkormányzatokhoz. Mindenhol az országban az önkormányzatok próbálják ezt a maguk módján valahogy orvosolni. Mi itt Ásotthalmon úgy döntöttünk, hogy magunk készítjük el ezeket a maszkokat, és ahogy itt mögöttem is látható, éppen a művelődési házban vagyunk, ahol a kollégáim, munkatársaim most is már napok óta készítik a maszkokat, és mi azokból az anyagokból, amit találtunk rendelkezésünkre áll, illetve kaptunk, abból készítünk maszkokat, mosható, fertőtlenített textil maszkokról van szó. Minden ásotthalmi lakos ingyen fog kapni ezekből a maszkokból. Egyébként hetekkel ezelőtt külföldről rendeltünk már professzionális maszkokat is. Ezeket várjuk, talán jövő héten megérkezhetnek, de azt látjuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem a világ minden pontján rendkívül nehéz ma ilyen maszkokat szerezni. Nagyon jó lenne, hogyha kormányzati segítséget kaphatnának az önkormányzatok a maszkok beszerzéséhez.